Nézd minket! Fontos önnek, hogy pontos, hiteles és kiegyensúlyozott híreket kapjon? Akkor kérjük, segítsen nekünk! Ajánlja fel adója 1%-át az ATV Gondolatjel az Objektív Hírszolgáltatásért Alapítványnak. Kiberbiztonsággal folytatjuk, ami a mi pénzügyünket, illetve a minisztériumokat is illeti, de először a személyes szálak, ami a mi pénzügyeinket illeti, a Cisco kiberbiztonsági szakértője Péter Kovács Zoltán a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! És a beszélgetésünk kiinduló pontja az az, hogy egyre több eset fut be a pénzügyi békéltető testülethez, ami kibercsalásokkal függ össze, és miközben mondjuk az elmúlt 2 évben inkább arról beszélgetünk, hogy nyugdíjasokat találnak meg, most már egyre több társadalmi réteget próbálnak átverni a csalók, például gyerekeket nevelő fiatal felnőtteket, vagy olyanokat, akik személyi kölcsönt vennének föl, nagyon tipikus a meghamisított banki oldalak alapján való visszaélés, vagy a hamis csomagküldő oldalról való bejelentkezés, meg az adathalász SMS. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjasokról átálltak ezek a bűnözői körök, vagy épp, hogy mindenkit próbálnak most már elérni? Valójában igen, szélesedett a úgymond piac számukra, vagy szélesítik a piacot, hiszen egyre többen is vannak sajnos, akik ebből élnek, nagyon úgy néz ki, tehát a kiberbűnözésből elég komoly szervezeti felépítéssel működnek amúgy a háttérben. Ugye ezek a típusú támadások nem is annyira technikailag, van egy technikai szintje, ugye amikor ráveszik jó néhány esetben a felhasználót, hogy telepítsen egy szoftvert, és akkor onnantól ugye úgy lopkodnak információt belépésekhez, de alapvetően ugye ez egy meggyőzésről szól, egy tipikus úgynevezett social engineering típusú támadás, és ebben egyre jobbak, hiszen most már ugye nagyon sokan magyarok csinálják, tehát a nyelvi akadály rég le van győzve, és valójában azért, ha belegondolunk az ő szemszögükből, egy kiaknázatlan terület volt az egyébként az IT-s eszközöket, tehát telefonokat, szoftvereket, amúgy egészen jól használó fiatalabb korosztály is, úgymond, tehát nem csak a nyugdíjasok, a legkönnyebb célpont volt a nyugdíjasok, és azért volt korábban, azt gondolom, hogy leginkább őket támadták. Akkor ezen a területen is elmondható az, ami például a dopping védségnél van, hogy mindig a dopping laborok járnak elől, és a hatóságok mennek utánuk, hogy ezek a kiberbűnözők is egyre profibbak, egyre újabb és újabb tudást hoznak be ebbe az iparágba? Az, hogy egyre profibbak, az abszolút elmondható, igen, egyre újabbak a módszerek. Tehát megnézzük ugye azt, hogy a sok ilyen eset, ami történt mondjuk 3-4 éve, már akkor is már elég sok volt, felkeltette az embereknek annyira legalább az érdeklődését, hogy ha a banki figyelmeztet, akkor biztos baj lehet. Erre megjelent az a fajta kezdeményezés a támadók oldalára, hogy már eleve úgy jelentkeztek be, hogy valami történt a számlájával, furcsa tranzakció, tehát a támadók kihasználták ezt a hírértékét a dolognak, és már azzal úgy hitették el, hogy ők banki alkalmazottak éppen a telefon túlvégén, hogy azzal kezdték, hogy az ön bankszámláján furcsa tranzakció van, és ennek a nyomozásában segítsen. Tehát, hogy folyamatosan alkalmazkodnak a helyzethez, illetve azért azt is sajnos mellé kell tenni, hogy egyre komplexebbek a rendszerek, olyan értelemben, hogy valamikor azt se tudtuk, mi az, hogy multifaktor, vagy második faktor, most ugye már mindenkinek az alap, hogy használ esetleg QR kódot, használ esetleg SMS-t, és a többi, és azért el lehet veszni a hétköznapok során a sok alkalmazás, illetve sok rendszer közt, és ezt nagyon erősen kihasználják. Ugye az is gyakori, és egészen megdöbbent, hogy például Csányi Sándor OTP elnök vezérigazgató nevével is visszaéltek, vagy Parvin Barbarával, Pataki Attilával. Nyilván ez még próbálja hitelesíteni a csalókat, hogyha ilyen ismert emberek arcát, nevét használják, illetve hogy Apple Pay vagy Google Pay regisztrációhoz szükséges adatokat, kódokat is kérnek. Hogyan tudunk rendet vágni mi magunk a millió azonosító, jelszó, ilyen-olyan hitelesítés között? Hogy lehet ezt jól csinálni? Ez egy nagyobb témakör, de azt gondolom a privát fiókoknál, tehát a banki fióknál mindig kell, most már második faktor az egy dolog, a bank azt kikényszeríti, igen, de hogyha csak lehet minden privát fiókok, és főleg ahhoz az e-mail fiókhoz, meg amivel regisztrálunk máshova, oda is kapcsoljunk be második faktort, ez a legfontosabb, tehát vagy egy leginkább egy alkalmazással összekötve, tehát hogy kelljen beírnunk egy plusz kódot a jelszón kívül is, de egyébként azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy akárhonnan jön igény, írásban, SMS-ben, telefonon, arra, hogy adjunk át belépéshez szükséges információt, akkor az azonnali red flag. Tehát ott az biztos, hogy az nem egy normális ügymenet. Senki nem kér tőlünk a jó oldalról, úgymond, a szolgáltatás oldaláról még csak egy SMS-ben érkezett kódot sem. Tehát, hogy bármi történik, ha ilyet, eljutunk egy pontig, ahol ilyet kérnek, vagy azt kérik, hogy telepítsünk egy szoftvert,
akkor ez, tehát ez a kettő legfontosabb, hogy ezt soha ne tegyük meg. Ne adjunk ki semmilyen azonosítót, még egy SMS-ben érkezettet se, és semmiképpen ne telepítsünk szoftver. De hát azért ugye ott van az a szint, amit említettél, vagy az a része a támadásnak, amikor hamis banki belépő oldalt, hamis futárszolgáltató beléptető oldalát használják. Ez viszont csak az adott eset, prompt esetnél mindig egy ellenőrzéssel tudjuk, tehát hogy megnézzük, elolvassuk, hogy tényleg a banknak ez az oldala. Tehát ha ugye a telefonon nem triviális feltétlenül, nem is biztos, hogy a teljes URL ugye ott van a szemünk előtt, de sajnos ezt meg kell tenni. Hány ponton kell hibázni az ügyfélnek, vagy a kiszemelt áldozatnak ahhoz, hogy tényleg elvehessék tőle a pénzét? Hát sokszor elég egy a befektetés kecsegtető, ilyen támadások is vannak most, ott pontosan elég, hogyha a befektetést reményében, ezt a szoftvertelepítést, tipikusan az Anydesk nevű szoftvert szokták telepítetni, ha ezt engedélyezés, ilyen sajnos például az én baráti körömben is történt, hogy hitt a csalónak az illető hölgy, és feltelepítette ezt a szoftvert, ez mondjuk egy hiba, nem kellett több, de onnantól kezdve hozzáférnek a GPS, vagy a telefonjához, mind a kettő módszert szokták alkalmazni, tehát mondhatni egy ponton elég gyakorlatilag hibázni. És ígértem egy másik témát is, ez pedig egy teljesen friss hír kapcsán merül fel a beszélgetésünkben. A Direkt 36 nyilvánosságra hozott egy belső jelentést, ami 2022 márciusi ügy hátterére világít rá. Ugye akkor hozta nyilvánosságra a portál, hogy a magyar külügyet, ha az oroszok megtámadták, kibertámadásról volt szó, és mélységében rengeteg e-mailhez, jelszóhoz hozzáférhették, így gyakorlatilag a teljes külügyminisztérium hálózatába beleláthattak, és az a jelentés, amit most a Direkt 36 egyébként meglepő módon konkrétan befotózva mutat meg az olvasóinak, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat akkori főigazgatójának, Szabó Hedvignek a részletes jelentése, amit a külügyminisztérium felső vezetése elé tár, és amelyben olyan konkrétumok szerepelnek, miszerint az állítása szerint a teljes érintettsége megvan a külügyminisztériumnak, több mint 4000 munkaállomás 930-nál több szervere vált megbízhatatlanná, ez egy jelentésből egy részlet, illetve az is konkrétan szerepel itt, hogy a támadási attribútumok révén egyértelmű, hogy az orosz GRU, illetve az orosz FSB állhat a támadás mögött, mindez ez ugye azért nagyon erőteljes állítás és bizonyíték lehet, mert hogy akkoriban a külügy annyiban reagált, hogy kampányhazugságokkal nem foglalkozunk, miközben már akkor is kaptak belső jelentést ezek szerint. Mennyiben árnyalja ez azt a képet, amit eddig tudtunk erről a történetről? Hát igen, volt egy elég erős gyanú, ugye felvetve akkor annak idején a Direkt 36 részéről, és egyébként az FSB is, illetve a GRU, az a katonai, illetve a polgári titkosszolgálatok a Oroszországban, illetve kettő, azt hiszem háromból. Nekik a cikkben is említett csoportjaik, amit APT-28 és APT-29, Kóziber, Fenziper néven emlegetnek, őrőlük azt lehet tudni, hogy jó néhány ilyen típusú támadás már van a hátuk mögött, bizonyítottan. Tehát például a demokrata párti támadás, annak idején a Hillary Clinton választási kampánya során ugye történt egy ilyen e-mail kiszivárogtatása, arról most már évek múlva egyértelmű bizonyítékok kerültek elő egy-két éven belül, hogy azok ők voltak. Jó néhány egyéb történet hasonló köthető hozzájuk. Tehát igazából profiljukba vág, az biztos. Ebben ők nagyon jók. Végtelen idő és pénz áll rendelkezésükre. Meg kell majd vizsgálni természetesen itt az a dokumentumokat, illetve nagyon sok olyan technikai részlet van, amit nyilván nem feltétlenül fér hozzá, még talán egy újságíró sem. De az biztos, hogy ez a két csapat kifejezetten ilyesmire szakosodott. Csak nagyon röviden egy mondatban, ha egy rendszer ilyen mélységében sérül, azt hogy lehet helyreállítani? Helyreállítani? Hát nem, itt a kérdés inkább szerint, hát az egy dolog, a helyreállítás egy fontos kérdés. Egyébként sérülékenységvizsgálat, teljes átvilágítás, és utána egy újratervezéssel fel lehet húzni egy megfelelő szintű védelmet, a szakmai standardek alapján. Sokkal nagyobb kérdés, hogy mennyi ideig lehettek bent, és ha ez igaz, hogy hozzáfértek a központi felhasználói nyilvántartáshoz, akkor valószínűleg az összes végpont, összes felhasználójának az információhoz, ha akartak, akkor az a kérdés, hogy vajon mit és milyen hosszan tudtak kiszivárogtatni, elvinni az információt. Ez inkább szerintem a fontosabb kérdés. Gondolom lesz most dolga a szuverenitásvédelmi hivatalnak, de ez már nem az ön szakterülete. Ez már nem.
Péter Kovács Zoltán. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm én is.